sokat, kevesebb, nem tudom, hogy találjuk, hogy legyen. Elkezdjük akkor a mai bírákat. Jó, ez az idei évi első bírákunk. Úgyhogy nagyon izgultunk már itt az elmúlt napokban. Alapvetően a program az, aki már esetleg járt ilyen rendezvényünkön, az ismeri, a klasszikus, megszokott módon fog zajlani. Lesz először egy sörkóstolónk, Somfai Balázs jött el most is hozzánk a Brew Studiótól. És itt készülnek a háttérben a sörök, tehát picit lassabban fognak majd megérkezni, de reméljük, hogy mindenkiért megérkeznek. Úgyhogy Balázs fog majd egy kis bemutatót tartani arról az adott sörről, és aztán meg is tudjátok majd kóstolni. És akkor rögtön utána jövünk majd Deme Tamás, illetve jön majd Deme Tamás az első előadónk, akinek az előadását tavaly már majdnem meghallgathattátok, de aztán hát egy kis probléma miatt nem tudtuk megtartani tavaly össze, de ahogy ígértük, bepótoljuk, úgyhogy itt van most velünk, és azért látjuk is, hogy milyen témával készül, de majd Tamás a részleteket úgyis bemutatod a közönségnek. Utána tartunk majd egy nagyon rövid szünetet, és akkor jövünk egy második sörkóstolóval, hasonlóképpen Balázs majd bemutatja a sört, és utána meg tudjátok kóstolni, és jön a második előadónk, Szász Zoltán, aki pedig egy picit ugye ilyen szoftosabb témát hozott ma nektek, agilitás és a hozzá kapcsolódó dolgok, de úgyis majd Zoli mesélsz itt a részesekről. Jó, úgyhogy nem tudom, Balázs, hogy látod, mennyire? Még pár perc kell a kezdéshez? Jó, oké. Hát akkor nem tudom, addig esetleg... Hát de nem, mert nem kezdjük el, mert azokra nem lesz jó. Akkor amit még szerintem érdemes így elmondani, hogy elég sok rendezvényen készítünk egyébként az idejét a bírákokkal is, illetve más ilyen szakmai rendezvényekkel, úgyhogy ezt elértek már a weboldalunkon, folyamatosan próbáljuk feltölteni egyébként az infókat, tehát hogy valahol még nincsen meg ott, a szakmai előadó még felkérés alatt van, de azért ez is folyamatosan frissül, illetve szoktunk ezekről infókat is küldeni hírlevélben, úgyhogy ott is találkozhattak ezekkel az infókkal. Facebookon van egy csoportunk, oda is kikerülnek mindig az aktuális események, illetve az előadókról egy-egy bemutatkozó, vagy ugye az előadás témájáról. Úgyhogy ott is tudjátok követni, és egyébként a minta.com-ra is fel szokott mindig kerülni egy-egy rendezvény, úgyhogy esetleg, ha valaki nem akar beregisztrálni, akkor ott is tudja követni, és akkor ott is mindig az időben. Tehát az esemény előtt azért két héttel már mindig itt vannak ezek az infók, akkor ott is látjátok. Ami még érdekes lehet, hogy a bírákon kívül lesz egy-két ilyen nagyobb szakmai rendezvényünk, például szervezünk idén két óperapedemit, mint az ELTE-n szoktunk megtartani, és az egy ilyen hosszabb rendezvény, ez is egyébként egy ilyen ingyenes esemény. És a bírákok mellett vannak hát ilyen kicsit mélyebb előadás, tréning típusú események, ami most lesz egyébként tavasszal, ez egy ilyen architekturális tervezéshez kapcsolódó, illetve egy projektmenedzsmentes is. Úgyhogy ha valaki esetleg ilyesmilyen érdeklődik, akkor az is érdemes megnéznie. Jó, és akkor ami még talán érdekes lehet, hogy az esemény végén a Tamás is és a Zoli is itt fognak még maradni, úgyhogy tudtok akár így négy szem közt is még kicsit kérdezgetni, meg beszélgetni velük a témákról, úgyhogy érdemes majd még így itt maradni az előadás után is. Jó, én erre gértem, amit akartam, nem tudom, Balázs, hogy álltok itt a háttérbe, kérdezem. Mikkel, pár perc. Jó, akkor ami még fontos lehet, hogy mindig csinálunk ilyen értékelő kérdőíveket. Ez papír alapú, hogy mindenki még így gyorsan, frissen ki tudja tölteni. Úgyhogy ezt majd azért szeretnénk, hogy az előadások végén meg is adogatjuk a kezetekbe, de hogy mielőtt elmentek, kérlek benneteket, hogy töltsétek ki, ez egy 2-3 perc, csak azért, hogy mi is lássuk, hogy így mi a visszajelzés, a vélemény akár az előadás kapcsán, illetve akár a helyzet és egyébek viszonylatában. Úgyhogy ez mindenki egy ilyen hasznos visszajelzés és info. És akkor még egy dolog, hogy aki meg esetleg olyan témában érdeklődik, hogy mondjuk szívesen előadna, mert van valami konkrét szakmai témája, amit úgy érzi, hogy esetleg érdekes lehet mondjuk ilyen keretek között megosztani a hallgatósággal, akkor ez bátran keressen minket. Ott vagyunk, így is itt a klub mellett a sarokban.
és tökre örülünk neki, hogyha jönnek akár ilyen új témák. Mi is ugye folyamatosan keresünk fel előadókat, az alapján, amit kapunk tőletek visszajelzésként, hogy mi az, ami számotokra érdekes lehet, és nyilván amit ugye mi is látunk így az ilyen piaci infokból, úgyhogy tényleg, ha valakinek van egy jó témája, akkor bátran keressen meg bennünket. És akkor köszönöm szépen! Én most már többet nem tudok beszélni Balázs, úgyhogy átadom neked a szót, és majd segítünk itt a sörök kiosztásában.